Köszöntöm kedves hallgatóinkat, immáron a 28. Csevejt vesszük fel az Országos Széchenyi Könyvtárban. Vendégem Juhász István, az Országos Idegen Nyelvű Könyvtár Olvasószolgálati Könyvtárosa. Én Madarász Tíme vagyok, a Nemzeti Könyvtár kommunikációs referense. Solymosi Ákos hangmérnök segíti a Csevej elkészítését. Kérjük, hogy iratkozzanak fel csatornánkra, adásaink megtalálhatóak a YouTube-on és a nagyobb podcast területeken. Szia Pityu, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szerintem kezdjük is azzal, hogy hogyan is lettél könyvtáros. Azt hallottam, hogy matematika, informatika, tagozatos osztályba jártál a gimnáziumban. Hogyan következett ebből a könyvtárosság? Szia Timi, üdvözlök minden kedves hallgatót, köszönöm, hogy itt lehetek. Ez egy nagyon érdekes sztori. Hát én mikor általános iskolába jártam, akkor igazából nem tudtam azt, hogy mi szeretnék lenni, hogy mi az, amit úgy igazán szeretek, mi az, amit nem. És én úgy gondoltam, hogy nekem jó lesz az, hogyha matematika, informatika tagozatos gimnáziumi osztályba jelentkezem. Az iskolát azt kinéztem, a képzési kínálatból így mostani fejjel inkább a humán vagy a társadalomtudományi tagozatot választottam volna, de hát én a matematika, informatika tagozatot jelöltem be, oda vettek föl, és hát időközben rájöttem, hogy én ezt annyira nem szeretem, úgyhogy amikor már ott tartottunk, hogy deriválni kellett volna megtanulni, hát az én kis képességemben már túlmutatott, úgyhogy a matematika faktot azt le is adtam. Aztán valamire kellett járni, de így már nem mertem magyar faktosnak jelentkezni az utolsó évre, úgyhogy az infóórákra bejártam, de azt tudtam, hogy én reál vonalon nem akarok tovább tanulni. Viszont szerettem volna mindenképpen diplomás ember lenni. A családunkban első generációs diplomás vagyok, édesanyámnak érettségie van egy gépíró szakmával, édesapám pedig be se fejezte a szakközépiskolát, úgyhogy nekem voltak ilyen vágyálmaim, hogy akkor legyek értelmiségi, legyek diplomás ember, és így elkezdtem nézelődni, hogy talán mi állhat hozzám közel, ami nem számolós, meg nem ilyen informatikai dolog. És én eredetileg kommunikáció és médiatudomány szakra szerettem volna jelentkezni, de így rá kellett jönnöm, hogy semmilyen formában nem lennék képes oda bekerülni és végigvinni egy olyan képzést. Úgyhogy próbáltam a saját kis határaimon belül valamit így megtalálni, és akkor így magyar meg informatikus könyvtáros szakokra adtam be a jelentkezésem, így utólag jobbnak láttam volna, hogyha magyar könyvtárszakos tanárnak jelentkeztem volna, mert akkor így picit nagyobb mozgásterem lett volna, így az elején is, de végül is informatikus könyvtáros szakon kötöttem ki Jászberényben, az akkori Szent István Egyetemen, és ott is végeztem a könyvtárszakot. 2021-től dolgozol az Országos Idegen Nyelvű Könyvtárban. Így van. Olvasószolgálati könyvtárosként dolgozol jelenleg. Az is érdekes lehet a hallgatóknak, hogy mit csinál egy olvasószolgálati könyvtáros. Hát érdekes lehet ez tény, mert nagyon sokan nem látnak bele a hátterébe a könyvtári munkának. Hogyha most elkezdenék beszélni arról, hogy még aki nem olvasó szolgálati könyvtáros, azt nem is feltétlenül látják, mert bennülnek irodában. Kiskönyvtáraknál is, én ugye egy kisvárosi könyvtárban dolgoztam előtte, ott azért sokkal több mindent csináltam, ott feldolgozó munkám is volt, meg igazából majdnem minden munka folyamatban benne voltam itt az OIG-ban. Úgy mondom, hogy vegytiszta olvasószolgálati könyvtáros vagyok, mert így feldolgozó munkában nem vagyok benne, de azért igen, elég sok mindent szoktam csinálni. Az szerintem így, hogy az OSK-n belül beszélgetünk, egy fontos tényező lehet, hogy az Országos Idegen Nyelvű Könyvtár az egy kölcsönző könyvtár, úgyhogy az olvasószolgálatnak még az is a feladata, hogy a dokumentumforgalom az nem házon belül zajlik, hanem az olvasó ki is viheti a könyveket és a lemezeket. Úgyhogy nálunk ez is olyan, ami például itt az OSK-ban nem jellemző, mert ugye itt az olvasók csak helyben használhatják a dokumentumokat, de azon felül, hogy az olvasókkal foglalkozunk, velük dolgozunk, azért mindenkinek vannak egyéb feladatai. Én például
egy olyan ember vagyok, aki, hogyha bejelentkeznek csoportok általános könyvtervezetésre, épületsétára, akkor őket például szoktam kísérni. Nyílt napokon például épületsétát én is szoktam tartani. Ezen felül besegítek a könyvtárközi kölcsönzésbe is. Az ugye, hogyha nincsen meg egy dokumentum helyben, akkor más könyvtáraktól átkérjük kölcsönzésre, hogy az olvasók el tudják úgy olvasni, nem iratkoznak be minden könyvtárban, ami létezik a városban vagy az országban. Ezen felül blogszerkesztői feladataim is vannak. Az OIK-nak van egy saját blogja, és az oda beérkező anyagokat nekem küldik, én teszem közé a blogon és a OIK Facebook oldalán, és neked is segítek a social media tartalmak gyártásában. Ezt is szoktam csinálni, amikor éppen nem olvasóval dolgozom. Régebben a nemzetiségi adatbázisba is besegítettem, hogy szemléztem folyóiratokat, ezt most már nem csinálom egy ideje. Ugye adminisztráció, statisztika az mindenhol van, úgyhogy az is jó pár az én kezem alatt megy át, ha lehet így mondani. Van olyan statisztika, amit kifejezetten én csinálok egyedül, meg hát azért az irodalomterápiás csoport is hozzám köthető, és azt hiszem ezért is vagyok itt. Így van, pontosan. Ha már úgy is említetted az irodalomterápiát, akkor szerintem térjünk is rá, mert ez lenne a mai beszélgetés fő témája. Miért szerettél volna irodalomterapeuta lenni? Hát ezt én visszavezettem a könyvtárszakos tanulmányaimhoz. Nekem volt 3,5 év bevezetés a pszichológiába kurzusom, és akkor még azért 18-9 éves fejjel nem nagyon érett meg bennem ez az egész, ami ott zajlott, de egyébként érdekesnek, már akkor is érdekesnek találtam. Aztán így jött, ment, múlt az idő, és akkor így egyre jobban éreztem azt, hogy én segíteni szeretnék az embereknek. Az előző munkahelyem, a Nagykátai könyvtár, az ugye egy kisvárosnak egy kis könyvtára, ott azért az olvasókkal bizalmasabb viszonyt alakítottunk ki. Nagyon sokan megtaláltak a problémáikkal, szerettek velem megbeszélni magánjellegű dolgaikat is, és így valahogy úgy eljutottam oda, hogy én hatékonyabban szeretnék ott lenni egy beszélgetésben, hogy hát ha empatikusabban tudok hozzájuk állni, vagy olyan fogásokat elsajátítani, amelyek könnyebbé teszik azt, hogy akár segíteni is tudjak nekik, meg azért egy segítő beszélgetés kialakulhat így is, de azért mégiscsak jobb, hogyha van egy kis szakmaiság is mögötte. Meg hát én nekem nagyon fontos volt az is, hogy a kamaszokat felkaroljam. Én úgy érzem, hogy kamaszkoromban azért elég sok olyan dolgot megéltem, ami nem volt olyan egyszerű, és tudom, milyen a kamaszos dalc, és úgy voltam vele, hogy azért minél fiatalabbként elkezdek egy ilyen képzést, és elvégzem, akkor talán nem éreznek annyira idegennek, hogyha segíteni szeretnék nekik azért, mert hogy nem vagyok korban annyira messze, és egyszer csak rátaláltam a Pécsi Tudományegyetemnek az irodalomterápia, vagyis hivatalos nevén biblioterápia szakirányú továbbképzésére, és azt elvégeztem, és életem egyik legjobb döntése volt, és azóta is nagyon szeretem csinálni. Ugye említetted az előbb, hogy irodalomterápia, biblioterápia, hogy ezen a két néven is van, én is így találtam egyébként, igen, az interneten. Igen. Akkor ez a kettő ugye ugyanaz. Tudnál mesélni róla, hogy pontosan mi ez a módszer? Hát először elmondom, hogy miért gyakoribb az irodalomterápia megnevezés. Nemtől függetlenül már a képződésünk alatt belefutottunk sokszor olyanba, hogy az emberek félreértelmezik a biblioterápia kifejezést, mert valahogy nagyon sokan a Bibliára asszociálnak, és akkor a vallással kötik össze, úgyhogy nálam is volt ilyen, hogy édesanyám mondta egy néninek, hogy fiam, biblioterapeuta lesz, és így pap lesz belőle, vagy mi, és így nem, köze nincs hozzá. Vannak pasztorálpszichológusok, akik megtalálják ezt a képzést, meg lelkészek is elvégezhetik, ismerek is egy lelkészt, aki ezt elvégezte, de alapvetően ennek a módszernek nincs köze a valláshoz. A biblioterápia kifejezés az egy
picikét tágabb, mint az irodalomterápia. A görög Biblion könyv és a szintén görög terapeia gyógyítás, kísérés, segítés szavakból tevődik össze ez a kifejezés, bár mi a gyógyítást nem nagyon használjuk, mert félrevezető lehet, mi igazából nem gyógyítunk, mi a hozzánk betérő klienseket segítjük abban, hogy megtalálják az aktuális elakadásaikhoz a megoldást, az utat. Az irodalomterápia maga egy művészetterápiás módszer. Van többféle művészetterápiás ág is, van zeneterápia, táncterápia és hasonlók. Az irodalomterápia pedig hát a nevéből is adódik, hogy szövegekkel megtámogatott dolog. Egy irodalmi szöveg áll a fókuszban, ez az, ami megalapozza a beszélgetést, bár nem kell feltétlenül magas irodalomra gondolni, mert vannak olyan kollégáim, akik dalszövegekkel dolgoznak, van olyan, aki úgy nyilatkozik sokszor, vagy úgy véli, hogy egy nagyon erős Facebook poszt vagy blogbejegyzés is ugyanolyan jó kiinduló pontja lehet egy beszélgetésnek, mint egy magas irodalmi szöveg, egy vers, egy novella, vagy akár egy regény. Az irodalomterápia egyébként alapvetően egy csoportos formában megvalósuló valami. Én legalábbis csak csoportban szoktam dolgozni. Vannak, akik egyéniben is foglalkoznak irodalomterápiával, vagy egyéni klienseik vannak. Van egy létszám limit, amit úgy én például nem szeretek átlépni. Egy 12 fős csoport az, amivel úgy még hatékonyan jól tudok és szeretek is dolgozni. Honnan és mikor indult ki az irodalomterápia? Igazából maga az olvasás már amióta létezik, lehet terápiás jellegű. Nyilván az nem olyan, mint hogyha valaki facilitálja és irányítottan csinálja valaki. Amikor itt tudatosabban kezdték el használni a módszert, az a 19. században volt, és Amerikában a klinikumban kezdték el ezt a módszert igazából alkalmazni, és ott is a pszichiátriai betegeknél. Aztán Magyarországon is egész hamar megjelent ez a tudatos módszer használat. Az 1950-es évektől már egyéni terápiák során is alkalmazták ezt a módszert hazánkban, és már az 1960-as évektől egészséges személyek bevonásával is dolgoztak vele, és Bartos Éva volt az, aki csoportos formában ugye az 1970-es évektől már csoportosan dolgozott ezzel a módszerrel, és azt, hogy egészséges személyek bevonásával dolgoztak már, azt azért is emelném ki, mert alapvetően mi egészséges emberekkel dolgozunk, akiknek valamilyen elakadás van. Hogyha valakinek már súlyosabb problémája van, azokat tovább szoktuk küldeni. Nagyon sok irodalomterapeutának nincsen olyan jogosítványa, mint például, hogy nekem sem, hogy komolyabb esetekkel tudjak dolgozni, én csak annyit tudok olyankor tenni, hogy keresek nekik megfelelő szakembert. Hogyan készülsz egy csoportülésre, és mi alapján választod ki a szöveget, amivel dolgozni fogsz? Nagyon vicces, mert nagyon sokáig nem tudtam spontán csinálni úgy semmit. A szöveget mégis spontán választok, így kitalálom, témám nincsen. Én az OIG-ban is például nyitott csoportot szoktam vinni, úgyhogy témát meghatározni én úgy gondolom, hogy oda nem is nagyon érdemes, mert nem biztos, hogy ugyanazok fognak visszajönni. Témákra felépített csoportalkalmakat inkább zárt csoportban érdemes, amikor a tagok fixek, és ki tud alakulni egy csoport folyamat. Így az OIG-os nyitott csoportokra nem szoktam kifejezetten témát keresni, szöveget azt pedig úgy szoktam, hogy olvasok valamit, ez így hirtelen megfog. Úgy van olyan, hogy most verssel szeretnék dolgozni, vagy novellával, általában versekkel szoktam egyébként, és mondjuk beakadt, hogy én most egy szerzőt szeretnék bevinni, de azt ugye a csoportban csak akkor mondom meg, hogy kitől van a szöveg, amikor már véget ért a csoport, hogy ne befolyásolja a csoporttagokat ez, mert van, akinek lehetnek ellenérzései, vagy nem szereti adott
alkotót, és akkor ez úgy kicsit befolyásolja azt, hogy hogy van jelen. Úgyhogy túlnyomó többségben nem adom meg azt, hogy ki az adott vers vagy novella. És hogyha eljutottam odáig, hogy kiválasztottam a szerzőt, kiválasztottam a szöveget, nem tudom, hogy miért a szerző az, aki úgy nekem fontos egyszer csak, amikor szöveget választok, de nagyon gyakran itt szerzőhöz megyek, és akkor onnan az ő munkásságából választok szöveget. És hogyha megvan, és élő szerzőről van szó, én inkább kortársakkal szeretek dolgozni, mint klasszikusokkal, akkor írok neki Facebookon, hogy egyáltalán szabad-e ilyet csinálnom, hogy felhasználom ilyen célra a szöveget, mert ez is bejelentés köteles lenne hivatalosan, mint egy zene felhasználása egy rendezvényem. Ugyanúgy az Artisius felé jogdíj köteles lenne, de nagyon-nagyon aranyosak szoktak lenni a szerzők, ők bólintanak egyet, örülnek, és mondják, hogy persze nyugodtan csináljam. Ez azért is jó, mert így terjed a módszer szerintem, mert van akinek például, amikor megkérdeztem, hogy használtam a szövegét irodalomterápiás csoportban, akkor meglepődött, hogy még ilyen felhasználhatósága is van, és meghatotta. Meg volt olyan nagyon kedves élményem a közelmúltban, amikor hát őt most nevesítem, Rényi Ádámot felkerestem, én nagyon szeretem az ő novelláit, és megkérdeztem tőle, hogy használhatok-e szöveget tőle. Kivételesen novellát akartam bevinni, és annyira kedves volt, hogy a most már megjelent Erika néni című legfrissebb novellás kötetéből, ami akkor még csak a nyomdai előkészítés folyamatában volt, vagy fázisában volt, elküldött nekem 2 novellát, hogyha gondolom, akkor azokat is nyugodtan vihetem, és végül az egyik ilyen novellával dolgoztunk, és nekem ez amúgy tök jól esett, hogy így bízott is benne, hogy kézzelfogható kötetben még nem olvasható szöveget elküldött. Nyilván ebben van szerintem egy kis marketing fogás is, de azért szerintem az, hogy kölcsönösen segítjük egymást, ez egy tök jó dolog, és így szerintem ez nagyon jó, hogyha valaki ennyire közvetlen és ennyire segítőkész tud lenni, megbízik bennem. Hát igen, meg jó látni azt, hogy a szerzőktől ez egy pozitív visszajelzés, hogy jól esik nekik, hogy használod a szöveget, meg hogy vannak ilyen irodalomterápiás foglalkozások. Hogyan zajlik nálad egy csoportülés, hogyan kell ezt elképzelni? Az előbb mondtad, hogy ugye nem nagyon mindig mondod meg, hogy mi az, amivel foglalkozni fogtok, tehát akkor igazából erre nem kell felkészülni. Tehát én mehetek úgy, hogy nem tudok semmit, érdekel a téma, hogy irodalomterápia, és akkor regisztrálok, beülök, és akkor részt veszek ezen a foglalkozáson. Igen, most a hallgatók képzeljék, hogy bőszem bólogatok. Igen, hát előzetes irodalmi tájékozottság és olvasottság, műveltség nem szükséges, mert a szöveget nálam, a szöveget magát akkor ismerik meg, amikor kiosztom a lapot és felolvasom nekik. Úgyhogy hát, hogyha hosszabb szöveg lenne, akkor esetleg előzetesen megadnám, de az sem biztos, hogy mindenkinél sikeres lenne, mert azért, hogyha meghirdetek, mondjuk teszem azt 2 héttel az alkalom előtt, és mondjuk kérek egy 300 oldalas regényt elolvasni, az mondjuk ez nem túl reális, úgyhogy én ezért sem szoktam ilyeneket csinálni, én rövid szövegeket ott megismerősen kiosztok, nem kell senkinek izgulnia, hogy nem ismer, vagy nem tud valamit, nem is kell, nem irodalom órán vagyunk, nem kell kielemezni a szerzői életművet, nem kell képeket, metaforákat, bármiket keresni a szövegben. Én nálam a csoportülések olyan 1,5-2 órásak szoktak lenni, és hát én itt szoktam mondani, hogy keretes szerkezete van. Az előzetes felkészüléskor még egy hangulatfelmérő feladatot is választok, de azt is igen csak spontán, főleg, hogyha otthon hagyom az eszközömet, mert volt már olyan, hogy kitaláltam, hogy kártyákkal fogunk hangulatot felmérni, ott hagytam a kártyákat, akkor hangulathőmérőzünk. De mindjárt kifejtem egy kicsit jobban, hogy ne legyen ennyire a levegőben lógatva. Szóval van egy kezdő és egy zárókör minden ülésen, legalábbis nálam. Ilyenkor felmérjük az aktuális hangulatunkat az itt és mostban. A kezdőkörnél
az szokott a lényeges lenni, hogy hogy érkeztek a csoportba a csoporttagok, hogyan érzik magukat. Van, aki elmondja, hogy lekéste a villamost, vagy lekéste a buszt, és akkor most zaklatott, mert így hirtelen rohanva esett be. Szóval ilyenekre kell gondolni. Ilyenkor szeretek macikártyával dolgozni. Ezek nagyon aranyos kis hangulatfelmérő kártyák, egy 48 darabos kártyacsomag, de mondom, hogyha semmilyen eszköz nincs a kezemben, akkor hangulatfelmérőzni szoktam, mert ahhoz semmi nem kell. 1-10 skálán mindenki mond egy számot, hogy hogy érzi magát, és röviden megindokolja. De van, aki Dixit kártyákkal szokta ezt csinálni, én is csinálnám, de még nincsen Dixit kártya paklim, úgyhogy ez még várat magára. De van, aki haikukkal, például fodorákos haikuit nagyon szeretik ilyen kezdőzárókörben használni, én nem szoktam haikukkal dolgozni, inkább képi dolgokkal. Van egy kis gyűjteményem kivágatokról, ahol különféle, hát én absztrakt jellegű festmények vannak, és akkor nagyon különleges képek, és akkor az alapján próbálják meg az emberek leképezni azt, hogy éppen hogy érzik magukat, de számtalan módja van egyébként ennek, és ezt a zárókörben megismételjük az elmúlt másfél-két órás beszélgetés tükrében, hogy hova jutottak a beszélgetés végére, és az a legjobb, amikor az emberek ilyenkor sokkal-sokkal jobban érzik magukat, és ez egy visszacsatolás is arra, hogy hogyan végeztem akkor a munkámat, és általában azért jókat szoktak mondani, vagy azért, mert így érzik magukat, vagy mert nem akarnak rosszat mondani, hát nem tudom, de bízom benne, hogy inkább azért, mert tényleg jól érezték magukat. Aztán, mikor megvolt a kezdőkörös kis hangulatfelmérés, meg volt már egy párszor egy ilyen visszajelzés, hogy legalább egy rövid bemutatkozó kör is legyen, úgyhogy nálam az is szokott lenni. Nyitott csoportnál ez azért is jó, mert én sem tudok mindenkit hirtelen hova tenni, mert van, aki újonnan jött, és még nem ismerem. De hogyha ezeken túl vagyunk, jön maga a szöveg, megismerjük a szöveget, az nálam úgy szokott történni, hogy kiosztom a fénymásolatot, az emberek pedig, akik ott vannak velem a csoportban, követik a szöveget, miközben én felolvasom. Előtte pedig megkérem őket, hogy azokat az érzéseket, gondolatokat, melyek felszínre jönnek az adott szöveg megismerése közben, akkor dobják be a közösbe, és akkor beszélgessünk arról, mert én inkább az én központú, személyközpontú irodalomterápiát részesítem előnyben, nem pedig a szövegközpontút. Én szeretek elrugaszkodni a szövegtől, hogy az emberek osszanak meg magukról dolgokat. Nyilván egy nyitott csoportban nem várhatom el ezt, hogy mindenki a legmélyebb bugyraiba beengedi a többi csoporttagot, meg engem, mert azért ez egy folyamat, hogy kialakuljon egy bizalom, de vannak olyanok, akik már az első ilyen csoportba jövetelkor igencsak milyen megosztják azt, ami így feljött bennük a szöveg kapcsán, és nagyon szeretem, hogyha E/1-ben beszélnek, nem általánosságban, de ezt szerintem a többi kollégám nevében is elmondhatom. És az is jó, hogyha párbeszédesség alakul ki, hogy reflektálnak egymásra a csoporttagok, és ez lehet, hogy úgy hangzik, hogy lusta vagyok, de én azt szeretem, amikor nem nagyon kell őket irányítgatni, hanem hogy így egyik megszólalásból következzen a másik, és akkor én nagyon-nagyon boldogan ülök ott a csoportban, hogy de jó, hogy beszélgetnek. Nyilván, hogyha valami félre siklik, akkor ott vagyok, jelzem, szólok, de ez azért nem olyan gyakori. Van olyan, hogy kreatív gyakorlatot, írásos vagy rajzos gyakorlatot is viszek, de hogyha nagyon belendülnek a beszélgetésbe, akkor ha terveztem is ilyet, akkor ezt el szoktam engedni. Most már azért túl vagy egy jó pár ilyen csoportfoglalkozáson. Így van. Vannak olyan emlékezetes pillanatok vagy momentumok, akár az oikos csoportfoglalkozások, akár alatra, amikre így kifejezetten emlékszel? 4 éve végeztem a képzést 2020-ban, úgyhogy azért a 4 év alatt igyekszem folyamatosan tevékenykedni irodalomterapeutaként is, úgyhogy van bőven emlékezetes élményem. Az egyik ilyen a gyakorlati csoportom, amikor kamaszokkal dolgozhattam, és
ebből írtam a szakdolgozatomat is. Az volt az általános, hogy mindenki a gyakorlati csoportját leírja, hogy mi zajlott, milyen tervei voltak, hogyan jutott el a végéig, meg egy ilyen elméleti háttérrel megtámogatta. És nekem ez egy nagyon-nagyon jó élmény volt. Az első alkalommal 9-en voltak, de a másik alkalommal mondta az a 4 lány, hogy a fiúk miatt ők nem. Úgyhogy lett egy homogén fiús csoportom, kamasz fiúkra kell gondolni, 15-től 17 éves korig voltak nálam srácok, és hát volt ott mindenféle karakter, de én nagyon szerettem bennük, hogy ilyen színes társaság jött össze, és önként jöttek, tehát nem én erőltettem lejük, hogy jöjjenek hozzám, és nagyon jól elkezdtünk tudni dolgozni, miután a lányok eltűntek a színről. És volt 2 srác például ott, akik mondták, hogy azon gondolkoznak, hogy félbe hagyják az iskolát. Az egyikük félbe is hagyta, de estén folytatta, a másikuk viszont befejezte, és még a technikumi plusz 1 évet is megcsinálta, és volt egy közös ismerősünk, vagy van egy közös ismerősünk, aki mondta, hogy ne gondoljak arra, hogy azért maradt az iskolában, mert talált magának egy barátnőt az iskolából, hanem mert valószínűleg jókor voltam ott neki jó helyen, és ez egy nagyon-nagyon szívmelengető felismerés volt, hogy lehet, hogy akkor tényleg tudtam nekik segíteni. Egy másik sráccal, ugyanebből a csoportból pedig egy hónapja találkoztam a Mekiben, tök véletlenül, és jó kapcsolatban voltam, jó munkakapcsolatban voltam az osztályfőnökükkel, amúgy is hozott hozzánk az előző munkahelyemre gyerekeket, meg a saját osztályát is könyvtári órákra. Úgyhogy valamennyire ismertek már a gyerekek is, meg ugye az osztályfőnök is, és mondta neki az osztályfőnöke, aki volt, hogy miért nem keres fel engem, bejelölt Facebookon, akkor ha már összefutottunk, akkor beszélgettünk tökre, örültem, hogy jó mederbe terelődött a kis élete, és megbeszéltük, hogy majd, hogyha lesz ideje, akkor meglátogat az OIK-ban, hogyha rám ír, és megkérdezi, hogy bent vagyok-e, mert ezért olyan is van, hogy pont nem akkor vagyok beosztva, amikor jönne, úgyhogy azért mondtam neki, hogy kérdezzel rá, hogy mikor vagyok bent, de ez egy tök jó élmény volt. Nem jó élményeim is vannak nyilván. Az egyik ilyen, mondjuk ez inkább ilyen tragikomikus, mikor még az OIK előtti időkben próbálkoztam már így irodalmi alkotókkal együtt irodalomterápiázni. És én szerveztem egy csoportalkalmat a Margit szigetre, a zenélő szökőkúthoz gyülekezővel. És mint kiderült, nem egy zenélő szökőkút van, hanem vagy 2, vagy 3, nem tudom most hirtelen, de egynél több. Mert mindenki máshol volt, és szegény ember hozta a gyerekét, ő biciklivel keresett, én busszal, és amikor már így vége lett volna alapból a csoportalkalomnak, akkor találtuk meg egymást, és így hát nem lett belőle csoportalkalom, mert már így okay, én vagyok én, te vagy te, szia, akkor ezt most így engedjük el, nem jó? Úgyhogy a szervezés az nem mindig az erősségem, azt így bevallom hősiesen, úgyhogy ezért is jó az intézményi háttér. De ugye jó élmény volt ez a Rényi Ádámos szöveges dolog, amit már az előbb említettem, hogy olyan szöveget küldött, ami még meg se jelent nyomtatásban a válogatás kötetében, de olyan is volt, ami számomra is meglepő. Ez az OIK-ban történt, volt egy nyugdíjas néni, aki a csoport végén mondta, hogy neki annyira fura, hogy olyan emberekkel van egy körben, akiknek a véleménye az övével nem egyezik meg, és hogy ő neki a családja, a baráti köre, mindenki, aki úgy körbeveszi, azok olyanok, akik ugyanazt gondolják a világról, meg mindenről. És mondtam neki, hogy ez egy tök jó önismereti útnak lehetne a kezdete, és én mondtam neki, hogy várom sok szeretettel a következő alkalommal is, mert ezen tök jót lehetne dolgozni, de nem szeretett volna, mert többet nem láttam. Szerintem megijedt tőle, hogy nem tudom, mert annyira látszott a nénin, hogy ez számára egy ilyen nagyon-nagyon durva megélés volt, vagy ha nem is durva, de hogy meglepődött nagyon, hogy ilyen is van. Viszont még egy jó megéléssel zárnám ezt a blokkot. Most volt a múzeumok éjszakáján egy olyan csoportülés, amikor a Fehér Renátó költő volt az irodalmi közreműködő,
ezt úgy kell elképzelni, hogy ott van a költő, jelen esetben Renátó, és ő olvassa fel a saját versét, és úgy beszélgetünk, hogy ő aktív csoporttagként ott marad, és megszólíthatóvá válik, mert ott van ugye húsvér valójában maga az alkotó, és ez egy tök jó élmény tud lenni. De ennél is jobb élmény volt számomra, hogy egy csoporttag, aki nagyon-nagyon nehezen vette rá magát, hogy eljöjjön, a párjával jött, és mondták, hogy nagyon óckodott ezektől a segítő beszélgetős dolgoktól, és a végén ő mondta, aki óckodott ettől, hogy minden munkahelyre kéne ilyen lehetőség, mert ez nagyon-nagyon tetszik neki, és nagyon jó ventilálási lehetőség. És nekem ez annyira jól esett, hogy nagyon. Igen, azért biztos, hogy jó látni ezeket a pozitív eseményeket, vagy ezeket a pozitív gondolatokat, amik előjönnek emberekből. Elérkeztünk a beszélgetésünk végére, és zárásként azt szeretném tőled megkérdezni, hogy milyen terveid vannak az irodalomterápiával, így a jövőre nézve? Hát az intézményen belüli terveim azok, hogy folytatom ugye a nyitott csoportot. Most nyáron szüneteltettük, mert azért az emberek mennek nyaralni szabadságon, azért nem mindig szeretnének a 40 fokban mászkálni ide-oda-amoda, úgyhogy én ezt tökre megértem és tiszteletben tartom, úgyhogy nyáron amúgy sem szoktam ilyeneket csinálni. Úgyhogy ősztől újra szeretném indítani a nyitott csoportot, ami bárki számára elérhető, annyi, hogy egy előzetes regisztrációt igényel, és szeretném folytatni azt is, hogy irodalmi közreműködővel. Ugye említettem, hogy Fehér Renátóval csináltam már az OIG-ban, most a múzeumok éjszakáján egy ilyet, hogy ő is részt vett és ott maradt a csoportban, és én ezt szeretném továbbra is folytatni, hogy az alkotók, a befogadók és maga a módszer így összetalálkozhasson, és így jobban megismerjen mindenki mindenkit, a módszert, és hát terveim vannak, nevek a fejemben vannak, ami már biztos, hogy az OIK nyílt napján, szeptember 27-én Puskás Dániel irodalmi közreműködésével, aki költő, lesz egy ilyen csoportalkalom, és azért is örülök ennek, mert Danival az OIG-ban, meg irodalomterápiás közegben is tudtam már együtt dolgozni, úgyhogy ő neki ez már nem lesz ismeretlen terep. Köszönöm szépen neked a beszélgetést, és akkor hát a hallgatók esetleg szeptember 27-én találkozhatnak is veled az Országos Idegen Nyelvű Könyvtár nyílt napján. Így van. Köszönöm Juhász Istvánnak, az Országos Idegen Nyelvű Könyvtár olvasószolgálati könyvtárosának a beszélgetést. Én Madarász Tímea voltam, a Nemzeti Könyvtár kommunikációs referense. Solymosi Ákos hangmérnök segítette a Csevely elkészítését. Kérjük, hogy iratkozzanak fel csatornánkra, adásainkat megtalálják a YouTube-on és a nagyobb podcast felületeken. Köszönjük szépen! Köszönöm, hogy itt lehettem!